Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, első hullám május 14-től május 26-áig. Ezek a hullámok frekvencet vagy rezgéseket jelentenek. Ez a maja naptárból van. Ez a maja naptár egy nagyon régi és egy nagyon precíz naptár, egy nagyon precíz számítás. Ebben a naptárban van 20 rezgés, és május 14-én kezdődik egy új rezgés, és ez Imis hatása alatt áll. Imis annyit jelent lefordítva, hogy krokodil, vagy pedig víz, egy óceán. A jelentése ennek az Imisnek egy ősi tenger, vagy egy ősi anya, ami kihat a földünkre, mutatja a természetet is, a biztonság érzetét. Ez számunkra egy ősi forrást jelent, és azt is, hogy megbízzunk ebben az isteni hatalomban, ebben a forrásban, de nem csak ami a gondolatainkat és a hitünket illeti, hanem mind az, ami itt a földön körülöttünk történik. És ebben a hullámban érezzük ezt az energiát azonos rezgésben a természettel és ezzel a forrással, amit ez a Szent Anya ad számunkra. Újra mutatnám ezt a képet. Ez egy régi vár a Fekete Erdőben, és én több mint 30 évig itt a környéken éltem. Itt a vár közelében, néhány kilométerre ettől a fishing vártól, és nagyon gyakran voltam itt a férjemmel. Sokat sétáltunk itt a környéken, nagyon-nagyon szép terület, és olyan emlékek kötnek ehhez a várhoz. Ez az első hullám, vagy első rezgés segít abban, hogy megőrizzük hitünket, a bizalmat, nem csak ebben az isteni segítségben, hanem hogy megőrizzük hitünket magunkkal szemben, vagy a párkapcsolat területén, hogy hinni tudjunk benne, vagy ebben a szerelemben. A maja kultúrában vannak állatok, akik segítenek és kísérnek bennünket életútunkon. Ebben az első hullámban a krokodil uralkodik. A maják úgy vélik, hogy a krokodil megérzi, hogy mi történik a természetben, mi történik a földön, és megvan nála ez az ősi bizalom, ami megnyugtató, mert bízik abban, hogy a föld regenerálódik, és minden jóra fordul. És az energia, ami elkísér bennünket május 26-áig, abban segít gránát. Ez a drágakő gránát mutatja a tűz elemét és a megújulásokat. Gránát segít abban, hogy kármikus témákat feloldjunk, és mint gyógyító kő, van gyógyító hatása a szívbetegségekre.
És ez volt ez a felvételem, ami a Maja kalender tudását mutatja. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!